Bontják az állványokat a gazdagréti Szent Angyalok templomában, ahol az utolsó mozaik darab is a helyére került. A művet a szlovén származású római pap művész vezetésével egy nemzetközi csapat fejezte be. A Marko Rupnik jezsuita atya alkotását már láthatják a hívők. Szederkényi Károly atya, a Szent Angyalok templomának vezetője szerint a mű hozzájárul, hogy a kegyhely egyfajta zarándok helyé váljon. Ehhez egyebek között hozzájárulásokra is szükség van. Eszmei értelemben számítok további adományokra, meg gyakorlati értelemben is. Különösképpen a magyarok szent főrangyala mozaik vonatkozásában, mert úgy gondolom, hogy ez nemzeti jelképé válhat, és a templom ezáltal nemzeti zarándok helyé is emelkedhet. A Jézus Krisztust központi helyen ábrázoló mozaik felépítéséhez már érkeztek adományok. Az első felajánlást Kerékgyártó Gábor önkormányzati képviselő tette 250 ezer forint értékben. Gazdagrétnek ugye a Szent Angyalok plébánia ugye egy nagyon régóta épülő központja, hiszen ugye nagyon sokáig félkész volt, és most végre valahára úgy néz ki, hogy akkor teljesen elkészülhet az a kiváló alkotás, ami egyrészt maga az épület, másrészt pedig ugye az épületnek a belső kialakítása. És amikor erről beszélgettünk az atyával, akkor én azt a ígéretet tettem neki, hogyha ez elindul, és elindul egy gyűjtés, akkor én egy jelentősebb összeggel ezt szeretném megtámogatni, és a hírét is kelteni, hiszen szerintem ez egy nagyon fontos gyűjtés. A Szent Angyalok templomának egyik kápolnáját Szent Pióról, Magyarország egyik védőszentjéről nevezik el. Francesco Forgione, olasz-római katolikus kapucnis szerzetes korábbi kinyilatkoztatása szerint ugyanis, Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni.